Nagyon nagy szeretettel köszöntök minden kedves résztvevőt az első Tokaj Hegyaljai Borászati és Bormarketing online konferencián, amely a Tájáért Egyesület szervezésében jöhetett most létre. Az én nevem Dióad Ákos, és én leszek ennek az alkalomnak a konferenciája, ahol az elkövetkezendő egy-másfél órában olyan borászok és szakemberek tapasztalatait, előadásait hallgathatják meg, akik szeretnének azonnal felhasználható szakmai segítséget adni az előadások témáival kapcsolatban. Az egyik célja, oka volt a konferencia összehívásának, hogy a tapasztalatok megvitatásával, azok kiértékelésével, olyan új folyamatok kidolgozásához, beindításához tudjunk segítséget nyújtani, amelyek a Tokaj-hegyai borászok számára ezután a nehéz időszak után is lehetőséget adnak arra, hogy fejleszik a tevékenységeiket, egyáltalán fenntartsák azokat, tovább tudják gyártani a termékeiket, népszerűsíteni azokat, valamint olyan beépíthető tudást kapjanak, amelyet a következő időszakban hatékonyan tudnak felhasználni. Mindezen felül a Tájért Egyesület szeretne további támogatást is nyújtani a Tokaj-hegyaljai borászatoknak, ezért az általuk támogatott, írott és elektronikus platformon is megjelenő médiában egy külön erre az alkalomra készített Tokaj-hegyaljai borászok című melléklet fog megjelenni, amelyben ingyenes megjelenési lehetőséget szeretnénk biztosítani minden olyan érdeklődő borásznak, aki Tokaj-hegyaljain tevékenykedik. Ennek az oka az, hogy nagyon fontosnak tartjuk a személyük bemutatását, és mindezek mellett pedig a csodálatos dűlőjükben végzett munkájukat, a borkészítés folyamatának ismertetését, valamint a borkészítés egész világát, annak mind kulturális, mind pedig szakmai oldalával együtt, így ezzel a lehetőséggel ezt eljutathatjuk egy nagyon széles körhöz, ezért szeretnénk bátorítani mindenkit arra, hogy éljen vele. A konferencia során 4 darab előadónk lesz. Az első az nem más, mint Márton Péter, a Tájáért Egyesület elnöke, aki majd megnyitja a konferenciát, beszél egy kicsit magáról az eseményről, illetve magáról a tájáról, a dűlőkről, a szőlőfajtáiról, illetve az ő ezeken a területeken végzett munkájáról. Ezt követően Tóth Ágnest hallhatjuk majd a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattól, ő a megyei területi felelőse ennek a hálózatnak. A harmadik előadónk pedig Szűcs Ferenc, ez tájai borász. Ő a borászatról, a saját borokról, valamint a magyarországi borok nemzetközi piacra jutásáról, és az ezekhez kapcsolódó tervekről és elképzelésekről fog beszélni, és végül, de nem utolsó sorban pedig a Márton Birtok borásza, Firmánszky György osztja majd meg tapasztalatait a tokaj-hegyaljai borkészítés hagyományairól, a szőlők típusairól és a borkészítés folyamatáról is. Fontos továbbá, hogy minden előadás alatt van lehetőség kérdések feltevésére, ezt itt a chat ablakba tehetik meg a résztvevők, és amennyiben érkeznek kérdések, azt az előadás végén fel fogom tenni az adott előadóknak, akik pedig legjobb tudásuk szerint igyekeznek majd erre válaszolni. Így szeretnénk platformot biztosítani arra, hogy ez ne csak egy konferencia, hanem egy interaktív beszélgetés is legyen. Nem is szaporítanám tovább a szót, Márton Péter Tájért Egyesület elnöke fogja megnyitni most a konferenciát. Nagyon jó szórakozást és tartalmas időtöltést kívánok minden résztvevőnek. Tehát a konferencia első előadása Márton Péter, a Tájáért Egyesületnek az alapítója fogja tartani, aki bemutatja a konferencia céljait és kicsit beszél magáról az Egyesületről, valamint a borászatról is. Szeretném ezért átadni a szót Péternek. Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki részt vesz a konferencián, és nagy megtiszteltetés ez nekünk tájai lakosoknak, illetve az Egyesületnek, hogy ilyen nagy érdeklődés övezi ezt az eseményt. Engedjék meg, hogy elsősorban bemutatkozzon az Egyesület, a Tájáért Egyesület, és emellett bemutathassam a konferencia célját, és beszélhessek arról a tevékenységről, amit az Egyesület szeretne kifejteni. Fő célkitűzésünknek tekintjük, hogy a hungarikumokat, illetve a tovább történelmi borvidék kultúráját bemutassuk minél több embernek, és ezáltal népszerűsítsük a borvidéket. Országhatáron túl és belül egyaránt. Az Orosz-Magyar Bortársaság célja is az, hogy a Tokaj-hegyalján megtermelt boroknak a történelmi múltjának a felkutatása és népszerűsítése által
a régi hagyományokat felevenítsük, megőrizzük, és Tokaj nemzetközi kultúrájának hosszú távú ápolását elősegíthessük. Ezzel a határon átnyúló tevékenységünkkel is szeretnénk példát mutatni, nem csak abban, hogy ezeket a tradíciókat feltárjuk, hanem abban is, hogy ezáltal is a borvidéken tevékenykedő borászokat valamilyen formában összefogjuk, és közös cél felé orientáljuk. A tokaji tájai bor több évszázados múltra visszatekintő nemzetközi márka, mint ezt sokan tudják, melyet a történelem során cárok, pápák, előkelőségek vásároltak és fogyasztottak. Méltón megérdemli a tokaji és a tájai bor egyaránt, hogy értékét felkarolva a nagy közönség által történelmi vonatkozása is bemutatásra kerüljön. A tokaji tájai borrégió és a magyarországi tokaji térség része, amely első Péter időszakától a Rákóczi korszakban folyamatosan biztosította a drága magyar borokat az orosz cároknak és előkelőségeknek egyaránt, illetve a világ orlási vezetőinek is. Aki ilyen bort fogyaszt, identitást vásárol, megkóstolhatja a cárok, pápák különleges italát. Kevesen tudják, de amikor 1545-ben IV. Pius pápa megkóstolta a tájai bort, így szólt: Summum pontificem talia vina descent, azaz őszentségének ilyen tájai bordukál. E fenti idézet ihletett bennünket is arra, hogy létrehozzuk a tokaji tájai cárok borának kedvelői részére az orosz-magyar bor társaságot. A magyarországi tokaj hegyai borvidék és benne tája község 1737 óta a világ első zárt borvidéke. Ennek ehhez méltóan Tokaj hegyalját az UNESCO Világörökség Bizottsága Tokaj hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj elnevezéssel 2002-ben felvette a világörökség listára. A 17. századtól a tokaji borvidék történelmi gyökerei összefonódtak a cári orosz birodalommal. E kötelék nem más, mint a borvidéken termett szőlő és a belőle készült bor. Az évszázadokon keresztül tovább és tovább erősödő köteléket pedig nem mások fonták, mint fejedelmek, cárok és cárnök. Elsődleges célunk a fennmaradt hiteles történelmi források felkutatása, Oroszország és Magyarország kereskedelmi kapcsolatainak feltérképezése, valamint a magyar borok népszerűsítése az orosz piac számára. Kreatív marketing koncepciónk megvalósítása a tokaji, illetve tájai borok oroszországi rendezvény sorozatunk keretén belül történő bemutatása, bevezetése. Az első rendezvényünk 2021. június 22-én 22-től 24-ig kerül megrendezésre, a többnapos rendezvény tájai település több helyszínén. A Tájáért Egyesület szervezésében. A rendezvény a borvidék életében kiemelten fontos esemény a térségbe érkező hazai és nemzetközi vendégek számára. A programok által a rendezvényt szeretné megismertetni a hazai cári borokat, a borvidék történetekben gazdag történelmi múltját, illetve értékes hagyományait. A programok a szőlészethez, borászathoz és annak történelméhez kapcsolódó ismereteket adnak át az érdeklődőknek. Így a már palackba zárt ételekből, boros palackokról, a palackon elhelyezett címkékről, vagy palackozáshoz használt dugófajtákról is információkat kapnak a vendégek, mely által közelebb kerülnek a borászatban folyó munka megismeréséhez. A tervezett programelemek hozzájárulnak, hogy egyre többen, mint tudatos fogyasztók, kóstolhassák majd a magyar borászok által létrehozott különböző szőlőfajtákból és eljárásra készült ételeket. Tulajdonképpen ezzel szerettem volna kezdeni ezt a konferenciát. Mindenkinek kívánok a további munkához sok sikert, és
jó munkát a konferencia résztvevőinek. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük a megnyitót, és most pedig menjünk is tovább egyből. Tóth Ágnes, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, Borsod-Abony-Zemplén megyéért felelős képviselőjével. Szeretettel köszöntök mindenkit. Megosztom akkor itt a prezentációt. Tehát akkor én a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnak vagyok a Borsod-Abony-Zemplén megyei területi felelőse. Ez a hálózat egyébként az Agrárminisztériumnak egy háttérintézménye, és az Európai Unió által vagyunk fenntartva. Minden tagállamnak van egy ilyen vidéki hálózata is, valamint van az Unióban egy európai vidéki hálózat is. A MNVH szervezet célját röviden ismertetem. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat célja a vidékfejlesztésben érintett kormányzati, önkormányzati és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó tevékenységet végző szervezetek információs és együttműködési hálózatba szervezése, és tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében, továbbá az MNVH szolgáltatásainak széles körben történő hozzáférhetővé tétele. Az MNVH állandó titkársága 2020 április 1 napjától a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Szervezeti egységként működik Budapesten, tehát ott van a központunk. Az MNVH szolgáltatásainak igénybevétele regisztráció alapján lehetséges. Bármely személy vagy szervezet, ideértve az együttműködéseket, vidéki fejlesztéspolitikai szerveződéseket is, jogosult regisztrálni. A regisztráció kezdeményezése a www.mnvh.hu honlapon keresztül történik. Eddig már több mint 11 ezer regisztrált személyi szervezet található a partnereink között. Tehát, ahogy már említettem, a regisztráció a webfelületünkön történik, a www.mnvh.hu weboldalon. Vannak egyéb online szolgáltatásaink is. A tagjaink részére, amennyiben kérik hírlevelet, biztosítunk havi rendszerességgel. Ezen kívül a közösségi médiában is jelen vagyunk. A honlapunk nemrég lett felújítva, úgyhogy érdemes ellátogatni, megnézni, nagyon jól áttekinthető, és minden információ rajta van. Egy kicsit beszélnénk magunkról, területi felelősökről. A területi felelősök fő feladata a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei szintű képviselete. Ennek részeként információs szolgáltatást nyújtunk, bemutatjuk a hálózat aktuális havi tevékenységét, illetve megyei sajtókapcsolatokat ápolunk, és azok nyilvánosságát segítjük. Kapcsolatot tartunk a hálózati tagokkal, és aktívan hozzájárulunk a tagság bővüléséhez is. Megyünkben továbbá támogatjuk az MNVH vidékfejlesztési projekt ötleteinek megvalósulását, a projekt ötletek benyújtásához információs segítséget nyújtunk a lehetséges partnereknek. Szúrópróbószerűen szoktuk elnőrizni a támogatást nyert projekt ötleteket, hogy ezek hogyan valósultak meg, majd adatbázist készítünk róluk, továbbá jó gyakorlatokat is gyűjtünk. A megyei szinten támogatjuk a vidékfejlesztési tervezést, különös tekintettel a 2021 és 27-es Európai Uniós költségvetési időszakra vonatkozólag, és elősegítjük a rendezvényeken való részvételt a vidékfejlesztés résztvevői számára. Fontosnak tartom megemlíteni a LEADER feladat ellátást. A LEADER, az Európai Unió LEADER programja közösségi kezdeményezésként indult 1990-ben, de a program Magyarországra csak 2001-ben jutott el. A LEADER közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. Fő célja a vidéki szereplők ösztönzése és támogatása a térségük lehetőségeiről történő együttgondolkodásban. A természet és kulturáltságok gazdagítása, a gazdasági környezet megerősítése, továbbá a közösségek önszervező képességének javítása, együttműködésüknek az ösztönzése,
valamint a fejlesztésben potenciális szerepet vállaló helyi csoportok, erősítésével, az integrált alulról jövő fejlesztési kezdeményezések támogatása. Tehát a líderek azok abszolút, itt az utolsó mondatban volt a lényeg, hogy az alulról jövő fejlesztési kezdeményezéseket fogják össze és támogatják pályázati formában. Tehát a líder nem egyértelműen gazdaságfejlesztés, inkább egy módszer a közösségépítés segítségével való gazdaságfejlesztéshez. A vidéken élők életminőségének javításához egy remek lehetőség. A líder megközelítés szerint a vidéki területek sokszínűsége miatt a vidékfejlesztési stratégiák eredményesebbek és hatékonyabbak, ha a helyi szereplők helyi szinten hozzák meg döntéseiket a fejlesztési irányról. A következő diában felsoroltam a Borsodabó-Zemplén megyében található líder egyesületeket, az úgynevezett hacsokat, helyi akciócsoportokat. Mindenki megtalálhatja a településének megfelelő vagy hozzátartozó líder egyesületet. Ez egyébként a honlapunkon is megtalálható, a www.mlvh.hu/leaders fülnél. Az MNVH-nak vannak saját projektjei, amik az Agrárminisztériumban indulnak ki, és mi segítjük ezeknek a megvalósulását. Az egyik legfontosabb projektünk a termelői kosár, ami úgy gondolom, hogy itt a konferencia résztvevőinek is érdekes lehet. A termelői kosár a kereset és kínálat összekapcsolása érdekében az Agrárminisztérium, a Herman Otto Intézet és az MNVH bevonásával egy internetes platformot indított, amely hosszú távon kívánja segíteni a közvetlen termelői értékesítést. A termelői kosár létrehozása egyike azoknak az intézkedéseknek, amely a koronavírus járvány alatt a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar stabil működésének fenntartását, és ezzel az élelmiszerellátás folyamatosságának biztosítását segíti. A termelői kosár weboldal használata egyszerű, rövid regisztráció után a termelők maguk tölthetik fel kínált termékeiket. A vásárlók több szempont alapján könnyen kereshetnek a jelenleg több száz termelő által kínált termékek között, és hát azt hozzáteszem, hogy ingyenes természetesen a regisztráció, 2020 óta pedig már egy telefonos applikáció formájában is elérhető a termelői kosár. Van saját honlapja is, hát nagyon egyszerű, a nevéből adódik, www.termelőkosár.hu, valamint az MNVH saját oldaláról is elérhető. A másik fontos projekt, amit mindenképpen szeretnék megemlíteni, az a munkaszület, ami szintén úgy gondolom, hogy azoknak, akik itt jelen vannak ezen a konferencián, hasznos lehet. Tehát a munkaszület a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar 25 millió ember ellátására is képes. Ezért a lakosság számára az élelmiszerellátás jelenleg mondhatjuk, hogy zavartalanul biztosított. Kiemelten fontos, hogy az áruellátás továbbra is folyamatos és kiegyensúlyozott legyen. Az élelmiszeripari vállalkozások és gazdaságok azonban a koronavírus járvány okozta nehézségek miatt sokszor munkaerőhiánnyal küzdenek, és ez akár a közeljövőben még tovább romolhat is ez a dolog. Ezért az Agrárminisztérium a helyzet enyhítéseként és egyfajta megoldásként online platformot hozott létre, hogy az élelmiszer alapanyag előállítókat és a termelőket összekösse a potenciális munkavállalóikkal. A célunk az, hogy ebben a nehéz helyzetben az érintetteknek támogatást biztosítsunk, tehát a szükséges munkavállalók gyors megtalálásával segítünk azoknak, akik a mezőgazdasági ágazatban kulcsfontosságú előkészítő, gondozási és betakarítási munkálatokhoz keresnek munkaerőt. Mi őszintén bízunk abban, hogy a munkaszület.hu lehetőséget teremt a munkaadóknak az aktuális idénymunkákra megfelelő számú munkaerőt toborozni, a munkavállalóknak pedig a számukra alkalmas ágazatokban elérhető munkák megtalálásához nyújt segítséget. Tehát érdemes megnézni ezt is a www.munkaszület.hu weboldalt, valamint ez is szintén elérhető az mnvh.hu központi oldalról. Az MNVH területi felelősi hálózat, ahogy már említettem, megyei lefedettséggel rendelkezik.
Elsősorban a segítségnyújtás információk átadása a feladatunk, azonban még tanácsadással és a pályázatíráshoz, akár szakértők ajánlásával is segítjük a partnereket. Továbbá tájékoztató fórumokat tartunk az aktuális vidékfejlesztési témákban, és úgy általában elmondhatjuk, hogy jelen vagyunk a megyei vidékfejlesztési életben. Kérdés esetén egyébként keressenek engem bizalommal a megyét érintő kérdésekben. Tehát Tóth Ágnes vagyok, az e-mail címem az a tothalkukac.hoy.hu, és a telefonszámom pedig látható 70-es 299 55 40. Röviden, tényleg csak ilyen átnézésszerűen néhány fontos pályázati kiírást tettem még ide be az előadásomban, ugyanis a vidékfejlesztési program, tehát mindenki ismeri, VP. VP pályázatok azok hozzánk tartoznak, azokban nyújtunk segítséget, segítünk köztük eligazodni, és úgy egyáltalán, hogyha bármilyen elakadás van, akkor ezzel kapcsolatban nyugodtan kereshetnek. Ez az előadás, amikor még készítettem, az márciusban készült eredetileg, akkor ezek voltak a tervezett kiírások, de én úgy gondolom azóta már most így májusban azt mondhatom, hogy ezek meg is valósultak, kiírásra kerültek. Nagy vonalakban elmondható az, hogy most elég nagy támogatást kapnak az állattartó telepek, tehát ezeknek a korszerűsítésére, valamint az öntözési rendszerek, valamint, ami még fontos, az a terménytároló, valamint a kertészeti üzemek támogatása. Fontos újdonság az, hogy elég komoly emelés történt a keretösszegeket illetően, tehát mindenképpen, aki szeretne pályázni, vagy pályázatra jogosult, érdemes megnézni és belevágni, mert nagyon-nagyon jó konstrukciók vannak. Most is lecsökkent a pályázatoknak az átfutási ideje is, tehát ez is egy fontos információ. A pályázat.gov.hu az egy napra kész weboldal, szerintem ott érdemes keresgélni, itt most egy pályázati keresőt így beillesztettem annak a képét. Itt vannak az áprilisban tervezett, azóta már kiírásra került pályázatok, az állattartó telepek korszerűsítése, ahogy mondtam, ez most egy nagyon fontos terület, kertészetültetvény, gyógynövény, ez egy új kiírás, ez akkor még társadalmi egyeztetésen volt, de már most azóta ez már átfutott. A mezőgazdaság kisüzemek támogatás, ez egy újra nyitott pályázat. Piacfejlesztés, az inkább az önkormányzatoknak érdekes. Aztán májusban tervezett, hát ezek közül mondjuk van olyan, ami mondjuk kicsit csúszik, tehát június-júliusban lesz kiírás alatt, de mindenképpen megvalósul. Hát itt is lehet látni egyébként, hogy az élelmiszerfeldolgozás abszolút az van most fókuszban, az van támogatva. Itt szintén felsorolásban láthatják a LIDER helyi felhívásokat. Mindenképpen érdemes megnézni, mert a LIDER-eknek vannak olyan saját pályázati lehetőségeik, amik nincsenek a VP-ben, tehát így mondjuk a pályázat.gov.hu nem kereshető, de a LIDER-ek tudnak benne egyéni pályázat kapcsán segíteni. Igen, aztán júniusban tervezett, ahogy mondtam, a közösségi öntözés, minőségi rendszerek fejlesztése, kültelőutak fejlesztése, ez szintén egy új kiírás, ez is az önkormányzatoknak lesz érdekes. A piac az folytatódik, Nagy Élip, és ami még újdonság, a kertészeti gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása. Itt pedig már igazából egy összegzést állítottam össze, ugyanezt az előbb már említettem. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, remélem, hogy hasznos volt az előadásom, és ha bármilyen kérdés van, akkor állok rendelkezésre. Mi is nagyon köszönjük az előadást, és igazából érkeztek is kérdések, én a két legrelevánsabbat beolvasnám. Ha megállítod addig a képernyő megosztást, akkor egy kicsit ilyen beszélgető nézetbe át is tudunk kerülni. Ugyanattal elindult, szuper. Szóval az egyik kérdés, ami érkezett, az az, hogy beszéltél arról, hogy segítetek a pályázatírásban, és hogy ezzel kapcsolatban támogatjátok azt, aki ezt igényli. És arra voltak kíváncsiak itt a nézők, hallgatók, hogy itt ez milyen szintű támogatás jelent egy pályázat megírásánál. Tehát ti csak javasoltok valakit, aki segít nekik, vagy effektíve tudtok segítséget is nyújtani a pályázat elkészítésébe, felülbírálatába, visszajelzések adásába.
Köszönöm szépen a kérdést, ez egy nagyon jó kérdés. Én személy szerint én nem értek a pályázatíráshoz, tehát én a pályázatíró cégeket tudok javasolni. Nem egyet, hanem többet, és akkor majd a kedves pályázó az majd eldönti, mert nyilván majd ő körbe kérdezősködik, de tudok megbízható pályázatírókat ajánlani. Ez az egyik dolog. Viszont van olyan kollégám, tehát mondjuk itt már tudom használni a hálózatnak, az MMA hálózatnak az előnyeit, van olyan kollégám, aki sokkal jobban, sokkal mélyebben és régebb óta benne van ezekben a pályázatokban, és akár így a hálózaton belül is tudunk segítséget nyújtani, ha nem is én személy szerint, de biztos, hogy megtalálom a módját. Úgyhogy kérdésedre válaszolva, tudunk szakmailag is segíteni, és tudunk ajánlani is pályázatírót. Nagyon köszönjük. A másik kérdés, ami érkezett, az az, hogy többféle pályázatot mutattál itt, és egy ilyen általános támogatás összeget lehet-e tudni, tehát hogy mi az a minimum mondjuk, amit megpályázhatnak. Ugye itt most főleg borászok vannak velünk, de hogyha nincsen kifejezetten a borászoknak szóló pályázat, akkor csak így általánosságban mi a minimum megpályázható összeg. Hát ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Itt jön be az, amiatt az előbb említettem, hogy én a pályázatok világában annyira nem vagyok még jártas, de azt tudom, hogy azért ez attól is függ, hogy milyen méretű az vállalkozás. Tehát, hogyha mikro, kis, középvállalkozás, nagy vállalkozás, tehát ettől is függ, valamint a művelt területnek a nagyságától. Tehát például nyilván, hogyha mondjuk ez lehetett látni a diákban, hogy a nagy élip, tehát ez a nagy élelmiszeripari támogatás, ez benne is van nevében nagy, tehát ez a nagyoknak szól. Tehát ott már van egy, ott már általában minimum összeg az is több 10 millió forint, vagy akár 100 millió forint. Tehát ez attól függ, hogy kinek szól, tehát ez az első válaszom. A másik pedig, hogy engedd meg, hogy azt elmondjam a kedves hallgatóknak, hogy amik vannak nálunk ezek a projektek, ezen kívül van nálunk még lehetőség arra, hogy rendezvényeket támogassunk, tehát olyan rendezvényeket, amik a vidékfejlesztési életben valamiért értéket képviselnek, vagy esetleg a helyi termékeket, helyi termelőket támogatják. Ennek is nem mondanám, hogy van minimum összege, de én azt gondolom, hogy a realitás talaján maradva azért egy elég komoly támogatást tudunk biztosítani. Itt is inkább nem számszerűsíteném, de abszolút használható, és abszolút hasznos támogatást tudunk nyújtani, úgyhogy ezzel is lehet nyugodtan hozzánk fordulni. Nagyon köszönjük, és még nekem lenne csak egy gyors kérdés, ide a végére. Ez pedig az, hogy így arányaiban hogy látod, hogy mennyi borász fordul hozzátok, vagy melyik az a terület, ahonnan dominánsan érkeznek hozzátok megkeresések? Mert ugye itt beszéltünk gombatermesztésről, beszéltünk általános földművelésről és nagyon sok területről. Ezt látjátok ti, hogy így nagyjából hogy aránylik, vagy hogy sok borász jön, kevés, mostanában több, tehát bármilyen információ ezzel kapcsolatban. Abszolút. Én még nem vagyok egy éve ennél a hálózatnál, tehát azt nem tudom elmondani, hogy az előző években mi volt, de a kollégák elmondásai alapján rengetegen fordultak hozzánk, tehát ezt a VP-s támogatási formát, ezt én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon nagy mértékben igénybe vették. Tehát ez tényleg nagyon hasznos ezen a területen. És én ahogy most néztem a pályázati kiírásokat, most is van olyan, ami abszolút felhasználható, még ha nem is kifejezetten borászatinak van hívva, de én azt gondolom, hogy ebben az ágazatban abszolút felhasználhatóak a különböző pályázati típusok. Nagyon köszönöm, és akkor bátorítanék minden hallgatót, hogy forduljon hozzátok, hogyha bármilyen témában ő most relevánsnak érzi ezt, és akkor téged kereshetnek ugye a megadott elérhetőségeken, amiket majd kiküldünk a konferencia végén mindenkinek, aki most itt volt velünk. Én nagyon szépen köszönöm az időt, és hogy itt voltál te is velünk, és további szép napot kívánok. Köszönöm szépen a meghívást, minden jót. Ágnes után pedig most Szűcs Ferenc tájai borász következik, aki tájáról, a borkészítésről, saját tapasztalatairól fog beszélni, tanácsokat adni. Továbbra is bátorítanék mindenkit, hogy tegye fel a kérdéseit itt a chat ablakban, és ahogy Ágnes esetében is, Ferencnek is fel fogom olvasni közvetlenül az előadás után, és legjobb tudása szerint ezekre válaszolni fog. Ferenc, tiéd a szó.
üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást, Szűcs Ferenc vagyok Tájáról. Néhány szóban beszélnék a borászatunkról. 2011 környékén kezdtünk el Táján területeket vásárolni. Kezdetben egy kis családi pincészetnél kaptunk lehetőséget arra, hogy bort készítsünk Zsadányi Lászlónál. Ez kvázi körülbelül ilyen közösségi szőlőtermelő művelés is, mert a borászunk, szőlészünk is közös volt, és itt kezdtünk el kistételben borokat készíteni, majd 2017-18-ban költöztünk a saját borászatunkba, és 18-19-től vannak azok a boraink, amiket már a saját borászatunkban állítunk elő, készítünk. Alapvetően Tokaj hegyalján, Tája községben vannak a területeink. Cél volt, hogy történelmi első osztályú dűlőkből születeljünk, illetve termeljünk szőlőt. Több történelmi első osztályban van, összesen 6,5 hektár területünk jelen pillanatban. Ezek közül a legkiemelkedőbb a Bohomály dűlőnk. Nagyon fontosnak tartjuk ezeket a dűlő besorolásokat. Ez az, ami nemzetközi szinten is valamiféleképpen helyére teszi ezeket a tokai borokat. Az, hogy Tokaj hegyalján volt a világon először Burgundiát és Bordót megelőzve dűlő klasszifikáció 1800-as években, ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy legalábbis ebben az időben, a 19.-20. század elején Tokaj hegyalja, Tája a világ élére, a világ első számú területei közé tartozott. Ennek a folytatását, ennek a felélesztését is tűztük ki részben célul, illetve hát erre alapozva, hogy akkor azért tudhattak valamit az öregek, hogy ezek a dűlők a kiváló francia területekkel és a többi nemzetközi nagy területtel egyenlő besorolásba kerülhetett. A világpiacon akkori tokai borok ára ezekhez a borokhoz mérhető volt. Gondoltam én is, hogy azért olyan nagy hibát nem követünk el, hogyha ezekben a dűlőkben vásárolunk szőlőterületet. Ezt így is tettük. És ami nagyon fontos volt még, ugye ez viszonylag kis terület, 6,5 hektár, erről azért nagy volumenű termelésről nem beszélhetünk. Alapvetően kézműves és nagyon-nagyon már kezdetektől kezdve kíméletes szőlőművelés, kapálunk, kézzel szüretelünk, a növényvédelem az kezdetektől fogva kíméletes, és gyomírtót, meg felszívódószereket nem használtunk, de 2018-tól bioművelésre tértünk át. Még nincs meg a biominősítésünk, de ezt is célul tűztük ki, hogy megszerezzük, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezzel is azt a minőséget, vagy olyan minőségű szőlőtermést hajtsunk végre, hogy minden lehetőség legyen arra, hogy megmutassuk Tokaj hegyaljának, illetve Tájának, ezen belül Tájának, dűlőinek a nagyszerűségét. Alapvetően fullmint telepített ültetvényeink vannak 40-50 éves tőkékkel, illetve új telepítés a 2010-es évek elejétől kezdve folyamatosan telepítünk, pótlunk szőlőt, de alapvetően a területeknek a nagy része az 80-as években lett telepítve, illetve 70-80-as években lett telepítve. Furmint kis részben kevés házfevelő a furmint között megtalálható, gyakorlatilag Muskotály, illetve a többi Tokaj hegyaljai elismert fajta az nem található nálunk. Őszintén nekem nem is nagyon célom, én alapvetően furminttal szeretnék foglalkozni, úgy gondolom, hogy a furmint az a szőlő, ami mindent megmutat Tokaj hegyaljáról, egy nemzetközi fajta, magyar fajtanak mondható, bár ugye egyre több helyen van a világban, de alapvetően nagy területeken Tokaj hegyalján fordul elő, és hát nekem az a véleményem, hogy nemzetközi fajta, és mindent meg tud mutatni, amit egy bornak meg kéne mutatni a hegyaljáról. Alapvetően a területek ugye vulkáni talajon vannak, ezek vulkáni kőzetek, vegyes, van, ami kimondottan kemény kőzet, andezites talaj, nagyon minerális borok születnek innen, ez a Bohomály dűlő, de van, ahol ez vegyesen van, riolit kővel, riolit tufával, porral, riolit porral, illetve van andezit poros terület is.
Ezek a változatosságok mind vulkáni, de mégis változatos, és ezek és részben az altalaj, ami ezzel alatt van, adja meg azt a változatosságot a borokban, a dűlőkben, ami 20-30-100 méter különbségek teljesen más borokat mutatnak a tájai dűlőkben, ízekben, zamatokban, feszességben, savakban, de mégis van mindegyikben egyfajta tájai sav, tájai varázs, ami egyébként nagyon érdekes, hogy Kissé eltér Bodrog keresztúttól, eltér Máttól, tehát maguknak a településeknek is vannak különböző karakterei, és a ottani borokra jellemző ízvilág, jellemző karakter. Ezért is találtuk ki rögtön az elején barátaimmal a Tája nevű bort, ami arról szól, hogy mindenki elkészítette a saját dűlős tételét, majd az elkészített tételeket mi házasítottuk egy Tája nevű borban, ami magának a falunak egyfajta átlagát adja, és mutat egyfajta tájai bor átlagot, hogy így néz ki egy tájai bor. Egy feltétel volt a ebbe való szereplésnek, azon kívül, hogy barátok voltunk, mindannyian négyen voltunk, olyan borokat raktunk bele, ami történelmi első osztályi dűlőből és tája környékéről kellett, hogy készüljön. Viszonylag természetes módon, tehát mondjuk faélesztőt ne használjuk. A borászatunkra egyébként ez a jellemző, a borászati munkára is, hogy megpróbálunk minél természetesebb borokat előállítani. Ez azt jelenti, hogy a már említett jó minőségű behozott szőlőt kiméletesen préseljük, a mustot hűtött tartályba tesszük, vagy hordóba, és itt bízunk benne, hogy természetes úton másnapra elindul az erjedési folyamat, ez általában, sőt, mindig eddig elindult, spontán elindul az erjedés, és a spontán erjedő mustokat utána megfelelően hűvösen tartva, nem minden esetben irányított, tehát 14-15 fokon tartott erjedő mustól, néha a hordóban ez kevésbé megoldható, de spontán erjedő mustal teljesen szárazra kierjednek általában szárazboraink, 1-2-3 maradék cukor van benne. Hordóban tartjuk, utána az érlelés már minden esetben fahordóban történik, általában fahordóban történik, majd mondok egy különlegességet is, és finomseprűn tartjuk novembertől a mustot, és ez eltérő, hogy melyik dűlő, mikor érezzük úgy, hogy kész van. Ez volt már olyan januárban, de vannak a 2020-as év az olyan év volt, ahol még jelen pillanatban is hordóban vannak a borok, és már finom seprűről leszettük, tehát már a tiszta must van a hordóban, de még mindig úgy érezzük, hogy fejlődnie, még jót tesz neki a hordós érlelés. Ez mondjuk kimondottan 20-ra jellemző. Ezen kívül van kerámia tojás nevű érlelő edényünk is, ez 4 hektós agyagedények, amiben ugye azt használjuk ki, hogy nincs faíz, de viszont van mikrooxidáció. Ezek kimondottan kicsi, speciális tételek, és ezeknek a kísérletezés, illetve ezeknek a piacra hozatást, és ez csak házlevelű tétel, hogy így hozunk forgalomba a Somszög nevű gyümölcsből. Szerintünk ott nagyon szép, nagyon gyümölcsös borok készülnek, és ennek a gyümölcsösségnek a kihangsúlyozására ezek a kerámia edények kimondottan alkalmasak. Ez is a célunk egyébként, hogy alapvetően olyan, mivel nem nagy a birtok, 6,5 hektár, nem tudunk nagy volument előállítani. Ez szerintem igaz alapvetően egész Tokaj-hegyaljára. Világviszonylatban a Tokaj-hegyaljai borvidék, magyar viszonylatban nagy, de világviszonylatban azért inkább a kisebb borvidékek közé tartozik. Maga a szabdaltság, a sok település, kisebb parcellák, nincsenek igazán nagy, hosszú táblák, nem alkalmas arra, hogy tömegbor készítéssel foglalkozzunk, én úgy gondolom. Így mindenképpen az kell előtérben legyen, hogy különlegességeket, specialitásokat, egyedi tételeket hozzunk forgalomba, úgy, hogy ezek valamiféle fedő márka, tokai, szárazbor, például fedőmárka alatt szerepeljenek, nekem ez az elképzelésem. És ezután következhet az, hogy furmintról van szó, hogy házlevelű, de alapvetően szerintem az a fontos, hogy ezek, főleg a nemzetközi piacon, hogy ezek tokai borok,
és akkor utána majd lehet később ezt cizellálni, hogy Mádról, Tájáról, Bodrogkeresztúrról, innen, onnan, amonnan. Elsősorban nemzetközileg azt kell hangsúlyozni, hogy tokai szárazborról van szó. Tokaj dry, vagy tokaj sweet kategória, amit forgalmazunk, és utána vannak bor különlegességek, az asszúval szamorodni. Én így gondolom, és így is építjük fel nagyjából a termék piramisunkat, hogy van egy alapbor, ami mondjuk a tokaj, van egy birtok válogatás, ami a több gyűlőből házasított, ez a falubor kategória, a vilás kategória, tájának megfelelő kategória, és vannak a dűlő, illetve a parcella szelekciók, amik már kimondottan az ínyenceknek kistételben akár jobb áron lenne jó eladni, illetve hát van a késői szüret, szamorodni, és az aszú kategória, amit hát én 2019-ben palackoztam az első aszúmat, nem olyan könnyű aszút készíteni, mint ahogy egy elsőre látszik, egy nagyon jó minőségű, magas minőségű aszút, az nem egyszerű készíteni, sok mindennek meg kell felelni, de Tokaj hegyeit szerencsére erre zseniálisan alkalmas, és hát világon egyedülálló szuborok tudnak itt készülni. Ami még nekünk egy érdekességünk, hogy 2017-től száraz szamorodnit is készítünk, amit én a magyar gasztronómiában is hiányciknek, vagy hiánypótónak érzek. Szintén nem egy nagy volumenben születik meg ez a bor évről évre, de annyira különleges, és annyira szereti a főleg a gasztronómia, még a egyedi fogyasztók azért ennyire nem barátkoztak ezzel meg, hogy szerintem ez is vissza fog térni a szárazbor térképre a különlegességek kategóriájában. Ennyit nagyjából a borászatról, illetve azokról a borokról, amiket mi előállítunk. Ugye azt ígértük, hogy borászatnak a szerepe a Magyarországon, illetve hát ugye nincs 6,5 hektárról a nagy szerepű, nem lehet. Amit mi nagyon fontosnak gondoltunk, hogy Tokaj hegyaljáról tájafalú 2010-es évek előtt igazándiból a bor szaküzletek, a bor éttermek, a bor szakírók térképén nem volt rajta. A fogyasztók térképén inkább rajta volt, de ezek is inkább a kannásbor fogyasztók voltak, akik nagy volumenben érkeztek a faluba, akár buszjáratokkal, és nagy mennyiségben vittek el folyóbort, ami egyébként a mai napig részben megmaradt táján. Kiváló szőlők és a kiváló adottságú dűlők erre teljes lehetőséget biztosítottak a termelőknek, hogy nagy technikai beruházások, illetve nagyobb odafigyelés nélkül is viszonylag jó alaborokat tudnak csinálni. Hát ezeknél sokkal többre alkalmasak ezek a dűlők és pedesztráltak. Azért azt tudni kell, hogy tája, biztos elmondta már előttem valaki, hogy tája 1200 hektárnál nagyobb területen fekszik el, ami mondjuk Máddal együtt, aki szintén körülbelül ugyanekkora, a borvidék egy negyede, ez a két bor, ez a két falu, vagy ez a két településhez tartozó szőlőterületek, tehát alapvetően meghatározó hegy alján, és ez történelmileg is meghatározó volt. Ennek azért a szerepe nem volt jelen a magyar közéletben. Ez változott meg, én úgy gondolom, 2011-12 óta. Azóta a tájabor, a tájai borászok Magyarországon is, nemzetközileg is egyre jobban jelen vannak. Táján sokkal megjelentek más befektetők is rajtunk kívül, nem csak mi miattunk, mert ugyanebben az időben másnak is eszébe jutott tájára jönni szerencsére, és több olyan kis pince, kis termelő jelent meg, akik egyedi ízzel, egyedi hangulattal, de mégis táját képviselve Magyarországon is és a nagyvilágban is kiváló borokat hoznak piacra. Ugye itt az is egy kérdés, hogy a nagyvilágban merre induljunk. Nagyon sokan Magyarországról, illetve Tokaj borvidékről is elindultak Amerikába, messzi-messzi vidékeken próbálják értékesíteni a bort, ahol nagy piacok vannak kétségtelenül, viszont történelmileg sokkal közelebb áll hozzánk Lengyelország, Oroszország, Szovjetunió területe, és volt Szovjetunió területe, és ezeken a területeken én úgy gondolom sokkal egyszerűbb lenne értékesíteni a borokat. Történelmi hagyományok miatt is, a ismertség miatt nem kell annyit költeni a marketingre mondjuk Lengyelországban, hogy elmagyarázzuk, hogy mi az a tokai, mert tudják, hogy mi az a tokai.
Ők elsősorban az édesborokat ismerik tőlünk, és az édesborokat kedvelik tőlünk, de ők a lengyel turisták azok, akik maguktól jönnek Magyarországra, minden évben nagy számban megjelennek legalábbis táján a borászatoknál, van elképzelésük, hogy mit szeretnének. Tehát ezeket a fogyasztókat nagyon könnyen meg lehet szólítani, én úgy gondolom, és sokkal könnyebb eladni borokat Szentpéterváron, Moszkvában vagy Varsóban. Nekem olyan nagy tapasztalatom az oroszországi piacról nincs, de úgy gondolom, hogy az ottani kereslet és az ottani ismertsége a borainak mindenképpen arra alkalmas, hogy mi ezeken a piacokon megjelenjünk ezekkel a borokkal, még akkor is, hogyha ezek a volumenek, amiket mi kínálunk, azért nem egy orosz piac méretűek, viszont azok a különleges érdemeket, amiket kínálunk, ez meg is határozná, hogy olyan árat tudnánk esetleg elérni a minőséggel, a különlegességgel, azokkal a marketing háttérrel esetleg, a támogatással, amit esetleg Nyugat-Európában nem feltétlenül. Ennek egyébként szerintem mindenképpen a magyar piac kell, hogy legyen az alapja, tehát először Magyarországon kell sikeresnek lenni a Tokajnak, sokkal sikeresebbnek, mint ma. A Tokaj palack, az, hogy valahol megjelenik egy Tokaj palack forma, az rögtön az jusson az emberek eszébe, hogy ez Tokaji, hogy ezt jó inni, hogy ezt én is szeretnék kérni egy pohárral az étterembe, de ha már látom, hogy a szomszédasztalon van egy kiváló Tokaji, akkor nem kell feltétlenül borlapot nézni, hanem ki lehet kérni nyugodtan azt a kiváló Tokajit. Lehet ebből fröccsöt inni, mert kiváló gyümölcsössége, savai, tökre alkalmasak arra, hogy a nyári borozgatáshoz, sütögetéshez alkalmasak legyenek, de emellett az őszi vagy téli mély beszélgetéseknek is teljesen jó a borok. Karácsony szilveszterkor meg ajándékként azt utatni és megírni, mondjuk az lenne jó, hogyha meg is innek, nem csak a szekrény tetejére tennék fel az ajándék Tokaji aszkat. Ha ezt elérnénk, hogy minden szilveszterkor megiszik mindenki, vagy minden család egy üveg aszut, akkor szerintem Tokaji egy ajának semmi problémája nem lenne az országon, vagy a piaccal. Tehát én úgy gondolom, hogy a nemzetközi piac inkább az kéne, hogy legyen, hogy a környező országokban, ahol ismertebbek a borok, ismertebb Tokaji név, ismertebb a furmint, afelé kéne elindulni, és ott kéne a borokat értékesíteni. 2020-ról még annyit, hogy egy nagyon nehéz év volt. 2020-as évünkben nagyon kevés bort tudtunk hordóba tenni, illetve élelni. Én úgy gondolom, hogy a több pince is így van ezzel, tehát alapvetően én még azt is tudtam kérdezni, hogy édesborból gyakorlatilag a korábbi évek készleteinek a felélése vagy értékesítése, illetve akár hiány is el tudok képzelni bizonyos kategóriákban, annyira kevés bor született az ismereteink szerint. Remélem, hogy 21-ben ennél sokkal jobb évünk lesz. Hát eddig inkább az esőbb, csak nem a napfényből, kicsit le van maradva a természet, de ezt még simán be fogja tudni hozni. Gondolom, hogy bízom abban, hogy idén újra, ugye minden páratlan év szokták mondani azok a jó Tokaj-hegy alján, 21 is egy kiváló év lesz, hát meglátjuk. Nem tudom, hogy voltak-e kérdések, hogy vannak-e kérdések? Érkezett kettő darab kérdés, az egyiket ezt meg is válaszoltad közben, az volt egyébként, hogy nemzetközi szinten milyen irányba érdemes gondolkodni, vagy hova lehet terjeszkedni. Erre ugye kaptunk válaszokat, és szerintem mindenki el is fog rajta gondolkodni bőven. A másik az pedig azzal kapcsolatban érkezett, hogy ha valaki most akar elkezdeni foglalkozni bortermesztéssel, akkor annak hol érdemes elkezdeni, milyen célokat érdemes maga előtt kitűzni, amik reálisak lehetnek. Tehát, hogyha mondjuk kistermelőként lép be valaki, és mondta te is, hogy nektek se nagy alapvetően a terület, amivel dolgoztok, akkor ott milyen szerepet tud betölteni az életébe a borászat. Tehát lehet erre támaszkodni, mint egy teljes szakma, vagy inkább egy kiegészítő szerelem foglalkozás? Hát ma a borászkodásból nagyon-nagyon nehéz megélni. Általában a családi borászatok, én ahogy így látom, 90%-a vagy szőlő, vagy must értékesítésből kereskedőház felé, illetve nagyobb termelék felé való értékesítésből él, és emellett van egy szakmája. Most a szakma lehet, hogy szőlőmunkás egy borászatnál, és ebből van egy fix jövedelme, és emellett műveli a saját otthon szőlőjét, illetve vagy egy befektető,
van a borászat mögött, aki ezt finanszírozza, támogatja, és valahogy mindig kiegyenlíti a számlát. Nagyon nehéz ebből ma, és nagyon kevés családi borászat él ebből meg. A családi borászatok mérete is általában ez a 6-10-10, maximum 20 hektár. Van olyan, aki ebből megél, az táján is van több ilyen család. Itt alapvetően a volumen akkor az, ami számít, és a volumennek azért, mert kell az a méret, ami nekik rentábilisát teszi ezt a borászkodást. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a családoknak is kéne annyit segíteni, amellett, hogy ő nekik ez most egy megélhetést nyújt, sokkal rosszabb megélhetést, mint 20-30-40 évvel ezelőtt. Tehát azért anekdoták vannak arról, hogy a 80-as, 90-es években egy szüretből miket lehetett vásárolni, és hogy a családnak az egy évre milyen biztos anyagi hátteret jelentett, ez ma nincs meg. Az a presztízs, amit mondjuk egy brigádvezetőnek volt 40-50 évvel ezelőtt egy szőlőmunkás brigádvezetőjének, az se nagyon van meg. De ezek a falvak azért több száz évvel is megéltek a szőlőből, jól éltek a szőlőből, ma ezekből az időkből az egyik hullámvölgyet éljük meg. Én úgy gondolom, hogy de minden hullámból van felfelé, vagy lesz felfelé, mert a terület és a tradíció erre szerintem lehetőséget, illetve mintát mutat. Én úgy gondolom, a kis gazdaságoknak, vagy kisebb 6,5 hektárosnak mindenképpen a minőségre kell törekedni. Tehát az, hogy ugyanabban a volumentermelésbe, tömegtermelésbe beálljunk, és az mintákat választunk, és mintákat kövessünk, az nem lesz jó út. Egyedi arc kell, a furmintról egyedi képet kell mutatni, azt tudomásul kell venni, hogy ez nem sárdoné, ez nem rajnai rizling, ez furmint, ez a bor ilyen, persze kell tudományos munkát, kutató munkát, nagyon fontos a szülészeti kutatónak a megjelenése. Tehát ezek a oktató, nevelő bázisok, amik létrejöttek, kutatóbázisok, amik létrejöttek, nagyon fontosak, de maguknak a kis gazdaságoknak is nagyon sokat kell azért a minőségért tenni, hogy olyan borok kerüljenek a polcra, amit az emberek szívesen isznak, de jó beltartalmúak és jó minőségűek. Nem hibásak, sorolhatnám a problémákat, amik néha-néha előfordulnak azért. És ezen az alapszinten fölül jönnek a különlegességek, amit meg én azt látom, hogy az emberek alapvetően keresnek is, és mindig rácsodálkoznak, hogy milyen jó. Tehát az, hogyha eljutatjuk akár magyar közönséghez a száraz furminton kívül a késői született, vagy a szamorodit, jó minőségben, jó beltartalomban, nem egy ragacsos, nem egy gej, nem, hanem jó sav, cukoregyensúlyjal, tiszta, gyümölcsös ízekkel. Az emberek szerintem minden egyes kóstolón, amit tartok, oda vannak ezekkel a borokért, és a kis gazdaságoknak, ezeknek a különlegességeknek a jóféle dűlös borok, jó alapbor, tiszta borok, jól iható borok, én úgy gondolom, hogy ezeknek a előállításával kell, hogy foglalkozzanak a kis borászatok. És ugye hát mindenki azt mondja, hogy alapvetően a bor 60-70%-ban a szőlőben készül el, tehát alapvetően a szőlőmunkát kell nagyon jól megválogatni, és ott nagyon fontosnak tartom, hogy kíméletesen, minél kevesebb vegyszerrel, ha lehet, és valaki erre vállalkozik bio módon, akár biodinamikus módon, ha ebbe hisz, művelje a szőlőjét, mert ez a világpiacon előbb-utóbb, én azt látom, akár csak Skandinávia felé elmozdulva, ami szintén nincs messze már a lengyel-orosz területektől, szinte már nehéz eladni bort Skandináviában, anélkül, hogy bio minősítése lenne a palasznak. Illetve hát ez meg is fizeti a piac, tehát ez jóval többet ad egy bioborért, egy nem bio minősített borért. Én ezekben a minőségi kategóriákban látom, e felé kell elmozdulni, amellett, hogy persze vannak olyan borászatok, akiknek volument kell termelni, meg nagyobb, 50-60-80 hektáról, azért ez szintén megoldható, de sőt, azért a világban vannak olyanok, hogy 60-80 hektáról hoznak le nagyon jó minőségű bio borokat. Magyarországon ez még. De mindenképpen erre kéne menni. A minőség és a ár, minél magasabb árszint kikényszerítése a piactól, tudomásul vétele, hogy ez a bor ér ennyit. Ez a bor ennyibe kell, hogy kerüljön.
Nem lehet kézzel előállított, jó minőségű borokat ma a világon egyébként ennyiért venni, mint a tokai. Sokkal jobb minőséget adunk ma 10-15-20 eurókért, amit a világpiacon lehet kapni 10-15-20 eurókért. Általában aztán vannak ebből kivételek, de én úgy gondolom, hogy a tokai erre teljesen alkalmas, és ez egyre tolódhatna föl ez az árszint, és tolódni is kell fölfele ennek az árszintnek. Szerintem ez egy nagyon jó végszó volt. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Nagyon informatív, meg jó előadás volt, és nagyon köszönöm a rugalmasságot is. Tehát Ferenc előadásával egy nagyon picit túlszaladtunk az időkereten, azonban mivel hogy láttam, hogy nagyon, nagyon érdeklődés itt az üzenet szekcióban és a chat ablakban, ezért nem állítottam meg, illetve nagyon jó volt az egésznek szerintem az üteme és a ritmusa, és volt egy erős üzenete annak, amit ő szeretett volna mondani. Viszont menjünk tovább, és ismét egy borász következik, ő Firmánszky György, aki jelenleg a Márton Birtok képviseletében dolgozik, és ő pedig inkább a Tokaj-hegyaljai borvidék sajátosságairól fog beszélni, a borkészítésnek egyéb részleteiről, a szőlőtípusokra, tehát hogy mik azok a karakterisztikák, amitől a tokai bor lesz. Úgyhogy én át is adnám a szót Györgynek, és ha bármilyen kérdés van, akkor továbbra is a chat ablakba küld, bárki nyugodtan küldj el, és az előadás végén ismételtem, meg fogjuk hallgatni a válaszait az előadónak. György, tiéd a szó. Tehát üdvözlök mindenkit, én kaptam azt a feladatot, hogy mutassam be egy kicsit Hegyalját, illetve a mi múltunkat és jelenünket. Először is arra szeretnék kitérni, hogyha egy külföldit megkérdezünk, aki már hallott Magyarországról, hogy mi az, amit ismer a magyarokról, illetve mi az, amit tud a mi országunkról, akkor ezt a négy dolgot biztos fel fogja tudni sorolni, és közte van a tokai aszú is, mint egy világhírű magyar termék. Nagyon fontos számunkra ennek a csúcs terméknek a minősége, illetve az, hogy bárhol a világon le tudjuk rakni, mint egy különlegességet. Kicsit meg szeretném mutatni, hogy Magyarországon belül hol található Tokaj hegyalja. Ez a Magyarország északkeleti régiójában, az Zemplén-hegység lábánál, völgyein, lankáin, illetve hegyein található termőtáj. Összesen 27 település tartozik hegyaljához. Ezen a térképen látható, hogy maga a borvidék egy háromszöget zár be, és ezt a háromszöget három hegy határolja. A Baujszántó, Tokaj és Sátoraljaújhely a három város, ami között terül el ez a 88 ezer hektárnyi borvidék. Látható, hogy nagyon színes a domborzati térkép, rengeteg hegy, völgy, illetve kisebb teraszok találhatók itt, erre majd a későbbiekben ki fogunk térni. Régi leírásokban is úgy határozzák meg hegyalját, hogy sátortól sátorig terjed. Itt láthatók ezen a képeken ezek a sátor alakú hegyek, amik vulkáni tevékenységre utalnak, és általában ezeknek a hegyeknek a lankáin termesztjük mi a szőlőket. Tehát 27 település található Tokaj-hegyalján, jelenleg körülbelül 5000 hektár termőterülettel rendelkezünk. Maga a termőtáj 2002-től az UNESCO világörökség része, kultúrtáj kategóriában. Rendkívül változatos termőhelyeink vannak, összesen 481 kataszteri dűlőt különítenek el itt hivatalosan. És nagyon fontos, hogy a térkép jobb alsó részén láthatóan kanyarog a Bodrog, illetve csatlakozik hozzá Tokajnál a Tisza. A talajszerkezetekre szeretnék kitérni, ami szintén rendkívül változatos. Ugye három fő talaj található meg a dűlőinken, az andezit, a riolit, illetve a lösz.
Az andezit és a riolit az vulkáni tevékenység közben alakul ki. Több mint 300 ilyen vulkánt találtak hegy alján belül. Ezek körülbelül 11-15 millió éves vulkánok. Rengeteg pince található hegy alján belül, és ez azért jött létre, mert rendkívül jó klimatikus adottságai vannak ezeknek a köveknek, jól tartják a párát, és már egy 4-5 méter mélyen egész éves 11-12 fok van a pincében, és 70%-os páratartalom, ami tökéletes a boroknak az érlelésére. Egy kicsit szeretnék beszélni a dűlőkről, hiszen a száraz borok csúcs kategóriája a dűlős borok. Itt látható egy dűlő térkép, ez tája körülötti dűlőket mutatja. Mindegyik dűlőnek külön neve van, ez már több évszázados hagyománya, hogy ezek kialakultak. Itt látható, hogy csak táján körülbelül 16-17 dűlőben termesztjük a szőlőket. Ezeknek egy része mikroteraszok, de azért különíti el a szakma, illetve a fogyasztó is ezeket a dűlőket, mert rendkívül változatos borok készíthetőek belőle. Ezek a vulkáni tevékenység által átmosódott talajok különböző tufákat alakítottak ki, így ezek a dűlők elkülöníthetők mind klíma, talaj, illetve dőlésszög szerint. Így már egy rutinos, száraz bort fogyasztó kóstoló meg tudja mondani, hogy nagyjából melyik dűlőből származik ez a tétel. Ezekhez kialakult az 1700-as években egy kataszteri rendszer is, ahol osztályozták ezeket a dűlőket első, másod, illetve harmad osztályú dűlőkké. Tokaj történelme rendkívül misztikus, már azt mondhatni. Nagyon régóta termelnek ezeken a termőhelyeken szőlőt. Az bizonyított tény, hogy amikor a honfoglaló magyarok ide érkeztek, már szláv telepesek szőlőtermeléssel foglalkoztak. Arra nincsen egyértelmű bizonyíték, hogy ki volt az, aki először ide szőlőt telepített, viszont hogy ez egy több ezer éves kultúra, az szinte 100%. A szláv telepesek adhatták a Tokaj nevet, Stokajként van írásos említése, ami azt jelentette, hogy folyók találkozása. Ugye Tokajnál találkozik a Bodrog, illetve a Tisza. Későbbiekben fellendülést hoztak a Vallon, tehát az olasz telepesek, akik az ő bor- és szőlőtermesztési kultúrájukat behozták a tájra. Később pedig a török hódoltság hatására hegyaljának ugye ekkor az 1500-as évek és 1600-as években egy aranykora alakult ki, hiszen a török szabad kereskedelmet biztosított a hegyaljai boroknak, így abban az időben minden borkereskedő ismerte az egész világon a tokait. És ugye nagyon fontos, hogy az első említése az aszúkészítésnek az 1570, és akkor a cukor még óriási érték volt, és ezért is volt nagyon előnyben ez a borvidék, mert rendkívül magas cukortartalmú borokat tudott készíteni. A szőlőfajtákra szeretnék kitérni. Jelenleg a borvidék szőlőfajtáinak az összetettsége az a következőképpen alakul. A furmint szőlőfajtából, ami egy őshonos magyar szőlőfajta, van jelenleg a legtöbb telepítve, 66%-a a borvidéknek furmint. Egy rendkívül ásványos karakter, tehát a dűlőkben, illetve a dűlős borok nagy része furmint, de ugyanakkor egy jól aszusodó fajta, mivel vékony héja van a bogyójának, így könnyen át tud hatolni a botritis, és elkezdi a cukrot
Tehát elkezdi termelni, termeltetni a cukrot a bogyóval, a vizet kiszorítja. Körülbelül 19% hárslevelű található a borvidéken. Ez egy kicsit illatosabb bort adó fajta, ugyanakkor egy testes, karakteres bor készíthető belőle. A fürtjei lazábbak, ezért könnyebb belőle, sokkal könnyebb, nagyon jó minőségű, jól érelhető száraz bort készíteni. Körülbelül 9% sárga muskotáj, ami található itt. Ez a legkönnyedebb, legillatosabb borunk, ugyanakkor az érlelhetősége megkérdőjelezhető. Száraz borként gyorsan fogyasztóhoz kell juttatni, általában ezek csavarzáros tételek. A maradék 6%, ezek az úgymond kiegészítő fajták, a kabar, az éta és a kövérszőlő, ezek nagyon ritkán kerülnek önmagukban fajta borként piacra, általában aszúhoz, szüretelik hozzá, furminthoz vagy hárslevelükhöz. A borkészítés, illetve a borkultúra, amiről szeretnék beszélni, ugye manapság nagyon fontos piaci tényező a száraz borok készítése. Léteznek alapborok, létezik reduktív technológia itt is, rengeteg borászat rendelkezik, ahogy mi is, magas szintű reduktív technológiával. Ez ugye saváló tartályokat jelent, és nagyon precíz, tiszta technológiát. Ezek az alapborok könnyed, jól fogyasztható borok, általában egy kevés maradék cukorral rendelkeznek, hiszen a nálunk található fajták rendkívül jó savgerinccel rendelkeznek, így egy picit a fogyasztót arra csábítjuk, hogy könnyebben fogyasztható tétel legyen, ezért egy minimál maradék cukrot ezek az alapborok tartalmaznak. Ugyanakkor ott vannak a muskotályok, ami rendkívül ropogós, üde, friss ételek. A következő kategória, amit említenék, amikor már egy kevés hordóhasználat társul a reduktív technológiai mellé, ezek részben hordós, részben pedig acéltartályban készült borok. Ez már egy jóval testesebb, jól érlelhető, általában magas minőségű parafával zárjuk ezeket a borokat. A hordókról pedig elmondható, hogy szintén helyben készülnek, ugye ezek a magyar tölgyből készült hordók. Itt táján is van kádárüzem, illetve a borvidéken többen is foglalkoznak hordókészítéssel. A száraz borok csúcskategóriája, azok a dűlős borok, amit már említettem korábban, ezek egy-egy parcelláról szelektált szőlőből készülnek, és általában minden éven ugyanazt a jellegzetes ásványosságot, sósságot, illetve savasságot és karaktert hozzák ezek a borok. Újabban nagyjából egy ilyen 10 éve kezdtek Hegyalján pezsgőt készíteni, pezsgővel kísérletezni, és úgy gondolom, hogy rendkívül jó eredmények születtek, hiszen a jó savtartalomnak köszönhetően alacsony pH-val lehet szüretelni a szőlőket, így rendkívül hosszan érlelhető pezsgők születnek. Ugye az egyik csúcs terméke, ami nem minden éven készíthető, ezért már ritkaság számban megy, az a szamorodni. A szamorodni, hogyha szamorodniról beszélünk, akkor ismerni kell az aszusodás folyamatát. Itt látható a jobb oldalt, hogy hogyan történik, hogy mi történik a szőlőbe, hogyha kint hagyjuk a szőlőt a tőkén viszonylag sokáig. Ez azt jelenti, hogy a száraz borokat szeptember-augusztus vége, szeptember eleje, szeptember közepe, amikor születeljük egy normál évben. Itt a jobb oldalon látható az egy egészséges szem, és ettől balra pedig kezdődik az aszusodásnak a folyamata. Az aszú az maga egy gombafaj, a Botrytis cinerea, ami a hideg és a meleg változására tud behatolni a szőlőbogyóba. Ezt úgy értem, hogy hideg éjszakák és meleg nappalok kellenek hozzá, hogy a bogyóhéja fel tudjon repedezni, és ez a gomba be tudjon hatolni
a bogyó belsejébe. Ez a bogyó húsban elindít egy folyamatot, ami koncentrálja a cukrot az aszuszembe. Ehhez rendkívül szükséges a magas páratartalom, a hideg éjszakák és a meleg nappalok. Tudni kell az aszuborról, hogy ezt már szemenként szüretelik, viszont a szamorodnit ezt még nem. Ezt ilyenkor egyszerre kerülnek a már aszus fürtök és a még nem aszus fürtök a présbe. Azt is jelenti a szamorodni szó, hogy ahogy termett, tehát nem lett kézzel kicsipegetve belőle az aszuszem. Bortörvény, illetve hegyaljai törvény kötelezi rá a szamorodnit készítő borászt, hogy 6 hónap hordós érlelést alkalmazzon. Ez nagyon fontos, tehát lesz benne ezekben a borokban egy nagyon minimális füstösség, egy kis tölgyesség. És ugye a csúcsterméke hegyaljának az aszubor. Itt óriási kézimunka igényt kell elképzelni, hiszen a bal oldalon található aszus szemeket kell kiválogatni a még nem aszusodott szemek közül. Tehát ez kint történik többszöri kézi szüretre a szőlőben, kimegyünk, és egyesével elkezdjük ládába vagy vödrökbe lecsipegetni ezeket az aszuszemeket. Ezután ez az aszunak a készítéséhez szükség van idei, tehát az évi új borra, amiben ezeket az aszuszemeket áztatjuk. Hiszen, hogyha ezt az aszuszemet elkezdenénk préselni, ugye egy rendkívül sűrű, rendkívül nehezen fogyasztható, szinte méz csorog ki a présből, ugye ez az aszu eszencia. Pontosan úgy van, hogy amikor a ládába belekerül, onnan bevisszük az üzembe, ott pedig beleöntjük nagyobb kádakba. És ami a saját, ezeken a kádakon alul van csap, és ami a saját súlya alatt kipréselődik, ez lesz az eszencia. Itt az erjedési folyamat az eszenciáknál szinte el sem indul, egy nagyon minimál fél vagy egy alkohol kerül ebbe a borba. Ezt régen egyébként gyógyszertárakban, patikákban árulták, mint gyógyszer, hiszen rendkívül magas vitamin tartalma, ásványi anyag tartalma van. Tehát az aszuszemeket leszüreteljük, borban kiáztatjuk, kipréseljük, és a cukor határozza meg a puttony számot. Tehát minél magasabb a puttony száma, annál édesebb ez az aszú. Ez egészen 300 g per liter cukorig is elmehet. Köszönöm a figyelmet. Hogyha megállítod egy pillanatra a képernyő megosztást, mi is nem köszönjük az előadást, akkor érkezett egy kérdés, azt feltenném még így a végén. Szuper, tehát beszéltél itt korábban első, másod és harmadosztályú dűlőkről. Mi az, amiben egy első osztályú dűlő többet tud adni, mint egy másod vagy egy harmadosztályú? Ezt nagyon nehéz megmondani igazából számomra. Én is dolgozok többféle dűlőn. Valójában nem lehet csak arra gondolni, hogy itt azokról a dűlőkről aszút tudunk szüretelni. Leginkább a talajszerkezet úgy gondolom, ami meghatározza ezt a dűlőt. Egy még összetettebb, még karakteresebb bort tudunk készíteni egy első osztályú dűlőről. Rendben, nagyon köszönjük. Szerintem nagyon informatív és részletes volt az előadás. És ha bárkinek bármilyen kérdése lenne, akkor megadhatjuk az elérhetőségedet, ugye? Hogyne. Nagyon köszönjük, és akkor további szép napot. Köszönöm szépen, szép napot, szia! Szia! És György előadásának a végével elérkeztünk a konferenciánk végére is. Remélem, hogy ti is úgy érzitek, hogy kicsit gazdagabban, kicsit több információval állhatok fel most innen az online konferenciasztaltól. Reméljük, hogy a jövőben még sok hasonló alkalmat tudunk majd szervezni, illetve hogy hamarosan már személyesen is meg tudjuk ismételni ezeket a találkozókat. Hogyha bárkinek bármilyen kérdése lenne az előadókhoz, akkor az elérhetőségüket e-mail formában meg fogjuk osztani veletek, és nyugodtan kérdezzetek tőlük bármit, ami hasznos lehet számotokra, illetve a Tájáért Egyesülethez is fordulhattok, és nagyon szívesen segítenek bármiben, ami borászattal kapcsolatos. Ismét meg szeretném említeni azt, amit már az előadások elején elmondtam,
hogy a Tájért Egyesület szeretne felkínálni egy lehetőséget a tokajhegyaljai borászok számára, hogy az általa támogatott online és nyomtatott sajtós felületeken megjelenést biztosítsanak egy külön cikkelybe, ezáltal több emberhez eljuthatnak és extra sajtót kaphatnak gyakorlatilag ingyen. Ha bárkit érdekel ez a lehetőség, akkor a megadott elérhetőségeken vegye fel az együtt a Tájért Egyesülettel a kapcsolatot, és a további lépésekben segíteni fogunk. További nagyon szép napot kívánok mindenkinek, és hogyha tényleg bárkinek bármilyen kérdése van, akkor keressen bátran minket.